A világ minden részéről érkeztek hívők, hogy imádkozzanak a túszokért és családjaikért a siratófalnál, és közreműködjenek a nagyszabású papi áldáson. Tudósításunk! Több mint 30 ezeren vettek részt a papi áldáson, emellett imádkoztak a túszok biztonságos hazatéréséért és Izrael békességéért. A világ és Izrael számos pontjáról jöttek zsidók, hogy áldjanak és áldást vegyenek. Idén több túsz családja is csatlakozott az eseményhez. A papi áldás miatt jöttünk. A siratófal rabbija hívott meg minket, hogy halljuk és át tudjuk adni az áldás erejét Eliának és a többi túsznak Gázában. Mózes negyedik könyvében Isten ezt üzente Izrael gyermekeinek Mózesen és Áronon keresztül, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Az Ároni áldás ugyan napi része a zsidó imádságnak, de ez a nyilvános esemény mindössze évente két alkalommal történik meg, Pészach és a sátrak ünnepe idején. Az áldást a papi vérvonalhoz tartozó férfiak végzik. A legutóbbi közös imádság csupán napokkal az október 7-i támadások előtt történt. Érzem, hogy az imádságaink közelebb hozzák a túszok hazatérését, és ez a legfontosabb, hiszen csak a mennyei Atya képes őket visszahozni. A túszok mellett imát mondtak a konfliktus miatt fedél nélkül maradókért, a sérültekért, az áldozatok családjaiért, a katonákért, és Izrael biztonságáért is. Azért imádkozunk, hogy Niszán hónapjában, a megszabadulás hónapjában Isten újra megszabadítsa Izrael népét, megszabadítsa túszulejtett fiainkat és lányainkat, hogy éppen és egészségesen térjenek vissza hozzánk. Az egyik rabbi megköszönte Isten segítségét az iráni rakétatámadások elleni védekezésben, és kiemelte, hogy Isten csodákat hajtott végre, amikor kihozta Izraelt Egyiptomból, és Izraelnek hálásnak kell maradnia. Julie Stahl, CBN News, Jeruzsálem.